Az amerikaiak a történelem során nem egy alkalommal vették igénybe a koncentrációs táborokat számukra nem tetsző személyek összegyűjtésére. Erről ott volt jó példának az indiának összegyűjtése a területi terjeszkedés során, illetve az amerikai polgárháború koncentrációs táborai, az első világháború alatt a német származású amerikaiak begyűjtése, illetve beszélhetnénk még sok másik jó indokkal is arról, hogy miért vették igénybe az amerikaiak, de a mai videóban a japán származású amerikaiak internálásáról lesz szó, ami a második világháború egyik kevésbé ismert ténye. Az 1920-as-30-as években az amerikai lakosság alapjában véve is idegenellenes magatartást tanúsított. Számított az emberek bőrszíne, származása, adott esetben még a végzettsége is. 1868-ban a Meiji reformok kezdetével együtt a japán lakosok jó része új munkalehetőség után nézett. Ez jelentős mértékben az amerikai Egyesült Államokba való kivándorlást jelentette a legtöbben még 1908 előtt érkeztek, akikből később amerikai állampolgárok lehettek. 1907-ben a Gentleman's Agreement, vagyis az úriemberek egyezménye szerint Japán és az USA megállapodott abban, hogy a japán átvándorlást meggátolják. Az USA-nak azért volt ez az érdeke, mert a japán bevándorlók jó része képzetlen munkaerő volt, így sokuk nem tudott elhelyezkedni, vagy csak alantasabb munkákat tudtak vállalni egyetlen okkal lehetett ezt az egyezményt megkerülni. A japán feleségek kimehettek Amerikába, amennyiben férjük amerikai állampolgárrá vált, vagy amerikai volt. Ebben az időszakban így jelentősen változtatott a vegyes esküvők arányán azoknak az egyedülálló japán hölgyeknek az elszántsága, akik mindenképp az USA-ban akartak letelepedni. Az európai amerikaiak természetesen ezt úgy értelmezték, hogy a japán bevándorlók voltak épp belakni óhajtják a nyugati partot. 1905-ben ezért jött létre az Asiatic Exclusion League, ami ázsiai kizáró ligának is fordíthatnánk. Ez egy amerikai-kanadai állampolgárokból álló civil egyesület volt, ami az ázsiai származású emberek bevándorlását támadta, de mellette több európai amerikaiakat védő szervezet is betársult, akik már korábbi megnyilvánulásaikkal már tanúbizonyságot tettek arról, hogy nem kedvelik, ha idegenek jönnek az államukba. Az 1882-es kínaiakat kizáró törvény mintájára bevezették 1924-ben a bevándorló törvényt, aminek értelmében megtiltották a japán bevándorlást. Ezzel az évvel a japán bevándorlók két generációra szakadtak. Aki 1924 előtt érkezett, a japán nyelvet, kultúrát és hagyományokat ápolva többen fontolóra vették, hogy visszatérnek szülőföldjeikre. Ők voltak az Issei generáció. Azok a japán-amerikaiak, akik végül itt születtek, 1924-től amerikai állampolgárnak számítottak. Ők voltak a Nisszei generáció. Az Issei generációnál még jellemzőek voltak az olyan kulturális tradíciók, miszerint a férj 10-15 évvel mindig idősebb volt a feleségénél, sokszor nehezen értettek szót az európai-amerikai lakossággal, ezért általában a gyerekeik segítettek ebben nekik. Így a Nisszei generáció felé kiszolgáltatott helyzetbe kerültek a Nisei generáció a második világháborúra már családot alapított javarészt. Az Issei generációnak rassz alapon hátrányos helyzete volt. Nem volt nekik szavazati joguk, nem lehetett saját ingatlanjuk, és választhatóak sem voltak. Ezek a generációk ezért, ha magukra maradtak, a saját kisvárosukban, ahol laktak, ott közösségeket alkotva segítették ki egymást. Mivel ez a generáció a megélhetését tekintve veszélybe került, a japán tartományok jótékonysági szervezetei, intézményei segítették ki őket. A városaikba, városnegyedeikbe japán anyanyelvű iskolákat építettek, japán diaszpórák közreműködésével lehetőséget teremtettek arra, hogy boltokat létesítsenek akár a saját negyedeiken, de fehérek által lakott utcákban is. Az Egyesült Államok haditengerészetének hírszerzése megtudta az 1930-as években, hogy a japán birodalom hadereje növekszik. A legnagyobb problémát Hawaiiban látták, mivel a legnagyobb arányban ott éltek amerikai japánok. Roosevelt elnök utasítására a hírszerzés felállított egy listát azokból az amerikai- japánokból, akiket elsőként kell majd koncentrációs táborba zárni, amennyiben Amerika és Japán közt háborús helyzet alakulna ki. A hírszerzés végül 1939-től megkezdte közösen az FBI-jal a Custodial Detention Index, rövidesen a CDI létrehozását. Ez egy nagyszabású program volt, amit röviden úgy taglaltak, hogy az idegen ellenség irányítását célozza meg. Roosevelt Curtis Manzon bízta meg a nyugati parton és havajon élő amerikai japánok megfigyelésével. Az erről készült dokumentumot nevezik Manzon jelentésnek. Manzon a japán problémát nem létező dolognak tartotta, ugyanakkor 1941 december 7-én adta le végső jelentését, amiben az amerikai japánok engedetlenségét taglalta az Egyesült Államok felé. Az, hogy ennek most volt-e valós foganatja, vagy csak a Pearl Harbor események hatására történt mindez, az már egy másik kérdés. Az 1941. december 7-én történt japán támadás Pearl Harbornál nem csak arra ébresztette az amerikai kormányt, hogy a japánok fenyegető fellépése veszélyeztetheti az USA nyugati partját, de ezzel elkerülhetetlenné válik a belépés a II. világháborúba. Az idegen gyűlölet ennek hatására csak még jobban erősödött. Az amerikai Egyesült Államok területén élő japánokra úgy néztek, mintha ellenséges kémek lennének. Manzon jelentése 1942 elején került az elnök asztalára. Attól tartott az amerikai hadvezetés, hogy Japán a nyugati part megszállása és havai elfoglalására készül. A nyugati parti japán-amerikaiakról a Los Angeles Times úgy nyilatkozott a Pearl Harbori eset után, hogy az USA iránti hűségük megkérdőjelezhetetlen, ám 6 héttel az eset után megkezdődött a sajtó által a japán-amerikaiak lejáratása, a szándékos félelemkeltés. Roosevelt elnök és az FBI igazgatója John Edgar Hoover cáfolták, hogy az amerikai japánoknak bármi köze lenne valamiféle japán belső szabotázs akcióhoz, vagy hogy egyáltalán kémkednének Japánnak. Az amerikai közvélemény végül ezt másképp gondolta, amikor a Nihaui incidens során a Hawaiihoz tartozó Nihau szigetén élő japán-amerikai házaspár egy lezuhant japán vadászrepülő pilótát próbáltak megmenekíteni. Az incidens során megtámadtak több Nihaui lakót is. A legkellemetlenebb a dologban még az is, hogy a közvéleménnyel ellentétben a japán kémek legjava, Amerikában élő fehérek és afroamerikaiak voltak. A legjellemzőbb amerikai nyilatkozat John L. Dewey tábornokhoz köthető, aki azt mondta, hogy egy amerikai állampolgárságtól még a Japán az Japán marad őt bízták meg a kongresszusi és elnöki felhatalmazással arra, hogy a stratégiai körzetekben Oregon, Kalifornia és Alaszka államokban haladéktanuló hajtsák végre a Japán, illetve a Japán felmenőkkel rendelkező amerikai állampolgárok evakuálását, ugyanis ezeken a területeken veszélynek vannak kitéve. A 9066-os elnöki utasítás értelmében megkezdték a munkát. Roosevelt elnök 1942. február 19-én írta alá. A döntés értelmében az érintett személyeket a katonai szervezéseknek megfelelően az adott parancsnok által kijelölt pontokra kell kihelyezni a japánokat. Ez a terület lehetett lakott, de akár lakatlan terület is. Dövid tábornok az említett három államot két katonai zónára osztotta fel. Ezekben a zónákban önkéntes alapon volt eleinte engedélyezett a táborokba való verődés, beköltözés. A terület elhagyása ugyanakkor nem volt engedélyezett a japánok számára. Eleinte Havajon és Alaszkában került sor erőszakos táborba küldésre. Utóbbiban, mivel kevés volt a japán lakosok száma, mind a kétszázat kitiltották Alaszkából és dél idaho küldték őket. Washingtonból 227 japán-amerikait vittek koncentrációs táborba, a nyugati partra. Érdekükben Colorado kormányzója Ralph Lawrence Carr szólalt fel kevés eredménnyel. Az amerikai farmerek jó része neheztelt a japán-amerikai farmerek jelenlétére, ezért a begyűjtésük és a deportálásuk különösen nagy örömet jelentett körükben. Az 1942-es újságok hemzsegtek az amerikai mezőgazdasági szóvivők véleményétől. Még akkor sem akarták visszaengedni a japán farmereket, ha véget érne a háború. Ehhez állampolitikusok is csatlakoztak. Havajon komoly gondot okozott a táborosítás, mivel ott közel 150 ezer japán-amerikairól volt szó. Ezekből 1200-1800 fő körül internáltak. A havai fehér üzletembereknek nem érte meg, hogy a japán-amerikaiakat táborokba zárják, ahelyett, hogy lakbért fizetnének, hitelt vennének fel, dolgoznának, hiszen ők tették ki ott a lakosság 90%-át. A koncentrációs táborokból többféle is létesült. Nyolc igazságügyi tábor létesült, amiben csak olyan japánokat tartottak fogva családustól, akiknek nem volt állampolgárságuk ezt az amerikai bevándorlási és beilleszkedési szolgálat látta el. Ezeket határőrök, határvédő ügynökök védték. Több internáló táborban tartottak fogva olyan japán, német vagy olasz származású amerikaiakat, akiket potenciálisan veszélyesnek is tartottak. A Lorsberg tábor volt az egyetlen új Mexikó államban, amelyikben lehetővé tették a japán-amerikaiak börtönbezárását. A két zónában elsősorban ezek a táborok jöttek létre. 1943-tól a japán birodalmat tették a helyzet felelősévé az amerikaiak, ezért innentől minden elfogott háborús bűnöst, vagy elfogott japán civilt is igazságügyi táborokba küldtek. A 9066-os elnöki utasítás eredménye került sor a japánok kötelező jellegű internálására. Az utasítás aláírása már akkor megtörtént, mielőtt a táborokban felúzták volna az épületeket. Minden amerikai-japán katonai irányítás alatt történő internálását kell ez alatt érteni. A WCCA, vagyis ha szó szerint akarjuk a teljes kifejezést fordítani, akkor háborús civil irányító adminisztráció, ami belföldi koncentrációs táborokba való irányítást jelentett. Sok helyen nem készültek el még a gyűjtőközpontok sem, így előfordult, hogy a hadsereg nem deszkázott házakban szállásolt el a táborlakókat, hanem ideiglenes megoldásként házakban, gyárépületekben tömörítették össze az embereket. A harmadik típusú tábor a WRA gyűjtőközpontok voltak. 1942. március 18-án lépett hatályba működésük. Ezekben a központokban már szegregálták a japánokat, azt szerint, hogy kik az együttműködőek, és kik azok, akik nem elkötelezett amerikai állampolgárok. Roosevelt munkára kívánta fogni őket, így százezeket telepített az államok területén abból a célból, hogy munkára lehessen bírni őket. Funkciójukat tekintve viszont háromféle táborról beszélhetünk. Voltak a civil gyűjtőközpontok, amiket leginkább lóvasutaknál szerveztek. A legtöbben gyűjtőközpontokba kerültek, amiket internáló táboroknak is szoktak nevezni. Itt dolgoztatták az embereket, a gyerekek iskolába jártak. A fogvatartó táborok voltak azok, ahova az első generációs japán-amerikaiakat, illetve a gyanús elemeket küldték. A táborokban 120 ezerre teszik a japán-amerikaiak számát, akik ennek az erőszakos szegregációnak az áldozatai voltak. Elvesztették lakhelyeiket, tulajdonaikat. Pillanatok alatt nincs telenné váltak, és egy táborban kellett élniük, összeszárva egymással évekig. A legtöbb tábort indián rezervátumokban húzták fel. Az indiának a fel is szólaltak ellene, a kormány hamar megtalálta a módját, hogy ajándék fejében intsék őket. A táboron belül szabad volt a közlekedés egészen estig. Volt arra példa, hogy néhány japán kiment a kerítésen kívülre, azonban az őrök lelőtték őket. Néhány esetben táborlázadást váltott ki az eset. Több helyen a kormány által előírt követelményeket se tudták teljesíteni, miszerint a táborlakók lakhatása egyezzen meg egy amerikai kadét katona minimális szükségletével és ellátásával. 1943-44 között ezért magas volt a megbetegedések száma. A lakók közt terjedt el az úgynevezett Shikatanagai kifejezés, ami annyit jelent, hogy ez már nem segít, nem oldódik meg. Ezzel fejezték ki a lakók a reménytelen helyzetüket és azt, hogy nem tudnak ellene mit tenni a táborlakók rendelkeztek saját egészségügyi ellátással. 87 mentős, ápoló, 137 nővér, 105 fogorvos, 35 szemész és 92 labortechnikus vigyázott a japán-amerikaiak egészségére. A 110-120 ezres japán-amerikai táborlakóból 30 ezer még csak gyerek volt. A táborokon belül iskolába jártak, kórust alakítottak, az iskolában nagy hangsúlyt kapott a demokratikus eszme és az amerikai eszme propagálása. Habár lehetőségük volt a gyerekeknek arra, hogy tanulmányaikat folytassák, mégis traumaként élték meg a katonai ellenőrzés alatt zajló bezártságot. 250 japán-amerikai egyetemi hallgató elérte, hogy egyetemi tanulmányaikat a keleti parti felsőoktatási intézményekben folytathassák, ahol elkezdtek már tanulni korábban. A táborok megszüntetését követően 4000 japán-amerikai diák jelentkezett egyetemre. Az internáltakat végül 1945 után engedték szabadon azzal a feltétellel, hogy hűséges tettek az Egyesült Államoknak. 1945-ben 9 tábor oldottak fel, 1946-ban pedig az utolsót is megszüntették. A fiatalok legjava tovább tanulni készült, vagy a keleti partra ment állást keresni. Sokan visszakívántak térni a nyugati partra a korábbi lakhelyeikhez. Ők 25 dollárt és vonatjegyet kaptak. Viszont mire hazaértek, azt tapasztalták, hogy se otthonuk, semmiük nincs. Az esetet követően többen kivándoroltak Japánba, de volt, aki ott egyáltalán nem tudott beilleszkedni, ezért a traumák ellenére Amerikában élte le az életét. Ronald Reagan amerikai elnök 1988-ban részben bocsánatot kért a történtek miatt. Az eset túlélőinek 20.000 dolláros kártérítést is fizettek. Az internálásnak voltak német, olasz és latin amerikai elszenvedői is, akiket szintén tengei hatalmi vonatkozások miatt helyeztek táborokba. A legnagyobb ilyen vegyes tábor a Texas állambeli Crystal Cityben volt.